Sziasztok! Ma ünnepli születésnapját nagy kedvencünk Halász Judit. Már a szüleitek is az ő dalain nőttek fel, kérdezzétek csak meg őket. Először szálljunk villamosra. Ármin igazi városi gyerekként minden nap használja a tömegközlekedést. Budapesten van miből válogatni, de igazi nagy kedvence a villamos. Most végre beülhetett a vezető fülkébe, még csengetett is. Nagyon irigylem. Gyere, nézzük meg a kocsiszét. Vilmos, igazi villamos vezető. Most itt vagyunk az angyalföldi kocsiszínben. Napközben, illetve éjszaka, itt pihennek a villamosok, takarítják, itt szerelik meg őket. És körülbelül hány villamos van itt napközben? 20 szerelvény körül, éjszaka 40 szerelvény körül pihennek a villamosok. Hú, az jó sok! Meg tudnád mondani, hogy ez micsoda vagy? Nem. Nézzél szép egy kicsit. Ó, az, ez, az, ez egy áramszedő. Benne állok egy áramszedőben! Kiből lehet villamos vezető? Abból az emberből, akinek megvan legalább 8 általános iskolai végzettsége, de persze lehet doktorátusa is, meg kell felelni orvosilag, és egy tanfolyamot el kell végezni. Kihajolni veszélyes. Enyém lehet? Igen. Kincset találtam! Ajtóműködtetések. És mi az, hogy fék 1 és fék 2? Azok az úgynevezett rögzítőfékek, vagy parkolófékek, hogyha áll a villamos egy helyben, ez tartja mozdulatlanul a járművet, és így biztonságos a lefelszállás. Megvan a kedvenc gombom, nagy és sárga. Mire való? Ő a pályacsengő, és ővele jelezzük, hogyha valaki veszélyes helyen tartózkodik számunkra. Ezzel tudjuk elkerülni a baleseteket is. De jó. Ahhoz, hogy a villamos elinduljon, fel kell engednünk az áramszedőt. Megmutatod? Természetesen. Indulás! A Futrinka utcai megálló következik. A vízibicikli köz következik. Na, Ármin, villamosvezető leszel? Hát még szép. És te mi leszel, ha nagy leszel?